Béke és jóság jelmondattal tartották az idei csíksomlyói búcsút. Két év kihagyás után, amikor a járvány miatt csak szűk körben lehetett megszervezni, idén rengeteg, a szervezők szerint 350 ezer zarándok érkezett a Szentmisére. A hagyományokhoz hűen a Segítő Mária gimnázium diákjai által alkotott kordon védelmében vonult a papság a csíksomlyói kegytemplomtól a Szentmise helyszínéhez, a hármas halomoltárhoz. A zarándokcsoportok helységtábláik és zászlóik vezetésével imádkozva érkeztek és álltak be a hosszan kígyózó sorba. Ezt a csíksomlyói pünköst vigiliáján tartott szombati búcsút, hálaadó búcsút, azt István pap kezdte el. Ő fogadta meg a csíksomlyói szűzanyának, hogy mivel hogy őket megsegítette akkor a bajba, hogy megmaradhattak az ők ősi hitekben, ezért minden pünkös szombatján hálaadó búcsút rendeznek, és ide vezeti a népét Gyergyó alfaluból. A járvány miatt két évig csak zárt körben tartott ünnepség után idén hagyományos rendszerint zajlott a mise. A szervezők szerint 350 ezeren hallgatták a szertartást a Kissomjó és a Nagysomjó dombján. Sokan több száz kilométerről érkeztek. Végsősorban ez most hála a szűzanyának, hogy befogadattunk, és hála, hogy ezzel a közösséggel együtt tudtunk élni a 400 évesen, még a következő 400-ban is sikerült. Nagyfödémes felvidékről, Galantai járás. Hány kilométer jöttek? Innen? Ezres. 980. Hát szerintem ezért, amit itt látunk. Nekünk ez egy jó alkalom arra, hogy találkozzunk azokkal, akik hasonló viseletet viselnek. Mi csángók vagyunk, jó találkozni. A ferencesek jelmondata és a búcsú jelmondata köré szőtte mondandóját beszédében Udvardi György veszprémi érsek is. Az egyházi méltóság Ferenc pápa Csíksomlyón elhangzott beszédéből is idézett, kiemelte, hogy aki kockáztat, azt az Isten nem hagyja magára. Főként, ha ezt a kockázatot a béke megteremtése érdekében teszi.